Sziasztok! Zsolti vagyok. Akkor folytatnám a harmadik kis részecskével ebből a Seven Nations dologból. És hogyha eljutottam odáig, hogy ezeket a témákat elsajátítom, nyilván akkor elkezdem majd variálni. Tehát megértettem, hogy milyen akkordok, ugye? Megértettem milyen hangok, aztán milyen terc, aztán megértettem milyen akkord. A hármas hangzatokról most nem beszéltem, mert a négyes hangzat sokkal inspirálóbb, de hát a négyes hangzatban benne van a hármas hangzat. Úgyhogy az lenne az ideális, hogyha ezt mind átlátnánk, ezt az egészet. Na most az akkordfogásról ugye még nem beszéltem, tehát mondjuk egy Seven Nation, ami ugye azt beszéltük, hogy E-moll septim. Ugye van egy E-moll septimem, így is foghatom, ugye, tehát hogy van benne egy E, D-es és egy G-za. És akkor felül van a terc, ugye, mert a E-nek, E-moll septimnek a G a terc hangja. De így is foghatom, E, G, D, akkor viszont a septim hang kerül felülre. A kvintet még becsempésztem. Tehát, hogy igazából lehet ezzel variálgatni, tehát a két E-moll septim. Most nem megyek 9-esre ki, tehát hogy ez is szép lenne, de ebben nincs. Tehát van egy E-moll septimem. Na most, a következő akkordom egy C-major 7-es, ugye? Azt tudom itt is fogni, ugye? De ez mekkora távolság, tehát hogy ugye akkor mennyit kell? 1, 2, 3, 4. 4 fekvés, szépen szól. Vagy? Basszus hang itt van, ugye, a C, egy nagy septimet fogok hozzá, és ugye a terc, a nagy terc, az E-t ide felülre rakom. Átmegyek C-re, C, E és H. Itt sem használom a quint hangot. Ezt nem rakom bele, mert ott most jelenleg nem határoz meg semmit a szűk vagy a bő, de ez sima. Igen, akkor a harmadik akkord hiányzik még. Na, igen, az nagy fejtörést okozhat. Lehet egy H-moll septim. Mert biztos, hogy nem szűkített. Én egy fiszre szavaznék, és akkor ugye, akkor ez egy H-moll septim, aminek a kvintje fisz lesz, vagy septim, aminek a terce nem D lesz, hanem disz. Tehát akkor vagy H-moll septim, vagy H-dur septim. Ezt majd eldöntitek, ízlés dolga. Tehát ez játék, igazából nem az eredeti dalról beszélünk már rég, hanem az akkordokról, amiket alá lehetne játszani, hiszen a kreativitás lenne a lényeg a zenélésben. Tehát mondjuk akkor azt mondanám, hogy én azt játszom, hogy ez is jó szó. Ja, meg ez is. De ugye akkor nem olyan sok fekvésváltás történik. E, E-moll septim. Megkörülnek H-dur 7. Vagy nem hallhat ki az emberiségből a kreativitás, hiszen mindig is
picit tovább kell lépnünk, mint amit maga a dal mutatni akar. Persze, hogyha mondjuk feldolgozásba ezt a dalt meg akarod csinálni, biztos, hogy nem fogom. Furán hangzol a más a lüktetése, de ha megfigyeled, az akkordot alá teszem. Akár ritmizálgathatok, ugye? Tehát maga a játék örömért csináljuk a basszus gitározást, nem feltétlenül azért, hogy megtanuljuk más előadók úgymond dalait, vagy játéktechnikáját, az is jó, csak attól még nem biztos, hogy az te vagy. Tehát, hogy ezért nehezebb mások témáit megtanulni alapból. Még egy nem szeretnék kihagyni, mert ugye az olyan jól szól bele, hogy üveghang. Olyan jó szó bele. Mert ugye az éhez. Itt az ötödik fekvésben. Kicsit hosszúra hagytam a körmöm direkt, hogy tudjak üveghangot élesen pengetni. Kb. Így szól. Lehet ezt ragozgatni, és utána jönne még a skála, amiket rá lehet játszani, de az meg majd egy másik videó lesz.